Hulladékcsökkentő hét a Táncsics úti oviban. Adventi koszorútrend 2017-ben. Adventi programok a Katolikus Egyháznál. Megvendégelték a közmunkásokat Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2017. december 7-én 18 óra 5 perckor. A Madarász Imre Egyesített Óvoda csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentő Héthez. A programokról Andrássy Tiborné, a Táncsics úti tagintézmény vezetője számolt be a híradónak. A Madarász Imre Egyesített Óvoda minden tagóvodája Zöld Óvoda címmel büszkélkedhet, ezért fontos az intézmény számára, hogy a gyerekeket megismertessék a környezetvédelem fontosságával. Ebben az évben is csatlakoztak az Európai Hulladékcsökkentési Héthez. Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet valósítottuk meg. Ez egy országos vagy európai akcióprogram volt. Mint zöld óvodák, mi örömmel csatlakoztunk ehhez a programhoz, hiszen egy nagyon fontos dologról van szó, a hulladékcsökkentésről. Az utóbbi évtizedekben nagyon nagy mértékben megemelkedett a hulladék mennyisége, és nagyon fontos, hogy azt a szemléletet alakítsuk már itt az óvodában, hogy a hulladékot szelektíven kell gyűjtenünk, illetve az újrahasznosítás fontosságát népszerűsíteni és erősíteni. Éppen ezért ezt a hetet ennek keretében szerveztük meg. Olyan játékokat, programokat, ahol a gyerekek ismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtési szokásokkal, bevontuk a szülőket is. Olyan akcióprogramokban, mint a Cserebere bőrze. A kinőtt kis ruhákat behozhatták az óvodába a szülők, gazdát cseréltek, így nem a kukába kerültek, hanem nemes célokat szolgált. Ugyanígy voltunk a játékokkal, megunt játékokat hozhattak be, ez is gazdát cserélt, aminek már az egyik kisgyerek nem örült, nem szeretett vele játszani, azzal a másik kisgyerek boldogan játszott. Akkor fontosnak tartjuk azt is, hogy ami elromlik, az ne a kukába, ne a hulladék lerakóba kerüljön, hanem kerüljön megjavításra. Ebbe is bevontuk a szülőket, és egy olyan munkadélután szerveztünk, ahol az elromlott játékokat javítottuk meg közösen. Tehát ezek a tevékenységek mind arra adtak jó példát, hogy a hulladékot hogyan kezeljük és csökkentsük. Az óvodai foglalkozások, játékok azt segítik elő, hogy a gyerekek mindennapjaiban becsempészik a tudatos gondolkodást, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Én úgy gondolom, hogy óvodáskorú gyermekekről szólva, beszélve a legfontosabb, hogy mindig minden tevékenységen keresztül. És ha érdekes játékos tevékenységeken keresztül tesszük a dolgunkat, akkor érdeklődve bekapcsolódnak, mivel tevékenykednek, ez beépül a kis személyiségükbe, és szokásukká válik. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mindennapokban, amikor rajzolnak, és feleslegesség válik már a papírjuk, azokat betegyük a óvodába elhelyezett szelektív gyűjtőbe, ami majd újra hasznosításra kerül. Ebben az évben is népszerűek az adventi koszorúk. Van, aki a hagyományost keresi, de többen már a különleges darabokat keresik. Ebben az évben is népszerűek az adventi koszorúk. Van, aki a hagyományos keresi, de többen már a különlegesebb darabokat viszik. A grincsfa is igen népszerű ebben az évben. A divat irányzat az elmúlt évekhez képest nem sokat változott. Most nagyon nagy divat lett az ilyen fa dobozokba készített adventi készítmények, karácsonyi asztaldíszek. Ezek ilyen kis fa dobozok, mint ahogy látszik, és akkor ezekbe készítünk élővel, vagy pedig úgynevezett örökdarab, ilyen száraz növényi rész, megszárított növényi részekből, szalagok, angyalkák. Nagyon sokat jelent ebben az egyedi kívánságoknak a listájában, tehát hogy megjelentek a közösségi oldalakon nagyon sok feltöltött fotó, és konkrét elképzeléssel jönnek, és tehát kis gömböcske, csili-vili színekben trendi a fehér a rózsaszínnel, a kis ezüsttel megbolondítva, fehér rózsaszín arannyal kombinálva, vagy marad, tehát a korábbi évekre visszamenőleg a krém, barna kombináció, és akkor ezek vagy natúrformában, vagy pedig egy kis bronzzal, vagy kis aranyjal megbolondítva. Nagyon sokan bejönnek úgymond inspirálódni, tanácsot kérni, vagy akár kellékeket is árusítunk. Gyertyát is, kis száraz terméseket, növényi részeket, szalagokat, tehát ki mit szeretne kiegészíteni az otthon feltalált, úgymond kincses tárában lévő dolgokat.
Az új divat irányzat adventkor és karácsonykor a Grinch fa állítása. Magyarországon is egyre elterjedtebb, legfőképpen a fiatalok körében. A kreatívak akár otthon is elkészíthetik. A grincsfa tulajdonképpen manófát jelent magyarul. Ez Amerikából ered a története, az 1950-es években. Nem tudom, egy amerikai író írt erről egy történetet, hogy ez a Grinch, ez a manó nem szereti a karácsonyt, és azt tervezi, hogy ellopja úgymond egy városkának a karácsonyfáit, de ez nem történik meg, mert a város lakói továbbra is ünnepelnek, ez nem sikerült a manónak, és talán innen eredeztethető a grincsfa elnevezés. Ez most nagyon népszerű köreinkben, Magyarországon is egyre elterjedtebb. Nagyon sokan otthon kreatívkodnak, otthon alkotnak, és ehhez az alapanyagot szokták tőlünk elvinni. Természetesen nálunk is kaphatók ilyen manófák. Ez tulajdonképpen egy mezei növény, egy zsúrlóból készül, ami adja az alapját, és ezt úgymond beletesszük egy vizes tűzőhabba, egy kaspóba, és akkor onnastól kezdve mindenféle otthon felelhető dolgot rá tudunk tenni, természetesen a megfelelő színharmóniával. Kopogtatókat is maguk készítenek az emberek, de ez még nem nagyon jellemző, még nincs roham az üzletekben. Kopogtatók még úgy nagyon nem, azt is általában maguk készítik az emberek otthon. Nálunk is van természetesen, de nem igazán jellemző. Majd a karácsony előtti időszakban, ott akkor majd főleg. A katolikus egyház hagyományos rendezvényekkel várja a karcagiakat advent időszakában. A részletekről Gulyás Zsolt plébános beszélt a Karcag Televíziónak. Az adventi időszak ünnep a katolikus egyháznak, amikor is különböző programok és szentmisékre is várják az érdeklődőket. Itt a templomban is szeretjük megünnepelni. Advent második vasárnapján, tehát december 10-én várjuk ide a Mikulást. Ez az egyik ilyen fontos és jelentős program. Aztán a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül is fölkeresni azokat a szegényebb családokat, akik nehezebb sorban vannak, és egy-egy kis ajándékcsomagot szeretnénk eljuttatni. Ugyanakkor, miközben mi magunk is kapunk, gyűjtünk is, az elmúlt években Kárpátaljára gyűjtöttünk, tehát a gyerekeket, az iskolás gyerekekkel együtt gyűjtünk, ez a cipős doboz akció, de hát ott Kárpátalján azért az élelemnek van nagyobb jelentősége. Tehát ami ilyen lehetősége van a gyerekeknek, nyilván olyan szinten gyűjtük, de hogy azt gondolom fontos, hogy tanuljunk adni is, ne csak kapni, hanem adni. Aztán évek óta hagyomány már a Szent Pál Marista Általános Iskolának a betlehemi játéka, élő Betlehem. Most az idén ez egy kicsit másabb lesz, ahová szintén várnak nem csak a katolikus egyháznak éveit, hanem a városlakókat is. Én azt gondolom, hogy ahogyan a passió élményszerű, és hogy mindannyiunknak ad, ugyanígy ez az élő Betlehem, vagy ez a betlehemes játék. Aztán advent harmadik vasárnapjára várjuk ide a Györfi István Katolikus Általános Iskolának a diákjait, ők adnak elő majd egy élő Betlehemet, és természetesen advent negyedik vasárnapja előtti szombaton lesz a adventi gyertyának, a advent negyedik gyertyájának a meggyújtása, amelyet Fazekas Sándor miniszter úr fog majd megtenni, és hát szeretettel várjuk majd az ittenieket. December 24-én az éjféli szentmisét 24 órakor tartják, és karácsonykor pedig ünnepi miserend lesz. A Szent Család ünnepe december 29-én lesz, ahol a jubiláló házasokat is megünneplik. Lesz karácsonykor ugye az éjféli mise, összeszokták téveszteni, tehát karácsony december 25-e van, és a december 25-ét megelőző 4 vasárnapról beszélünk. Most egy kicsit rövidül az advent időszak, és egy kicsit úgy beszorít bennünket, hogy advent 4. vasárnapja december 24-én lesz, és a szenteste is akkor lesz. Tehát az éjféli szentmise december 24-én, 24 órakor, tehát éjfélkor lesz, szóval mindenkit szeretettel várunk, és karácsonykor pedig ünnepi miserend lesz. Aztán a karácsony 8-ában lesz a Szent Családnak az ünnepe, ezt most úgy tervezzük, hogy december
29-én péntek este lenne, ahol a jubiláló házaspárokat szeretnénk megünnepelni, tehát akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50 vagy afelett ünneplik a házassági évfordulójukat, azokat szeretettel várjuk ide a templomba. Egy szentmisét mutatunk be hálaadásként, és utána egyenként megáldjuk a párokat. És utána egy közös ünneplés lesz, és hát utána pedig majd jön a új év napja, hiszen nekünk az is nagy ünnep. Ugyan az új év január 1-e egy szintén nagy katolikus ünnep, Szűz Mária Isten anyasságát ünnepeljük meg, és a karácsonyi időszak január 6-ával vízkereszttel fejeződik be, és ugye a három bölcs, akit mi Gáspár, Menyhért, Boldizsárnak hívunk, akik megkeresik a kis Jézust, és jelenti számunkra, hogy a bölcsek, a nepkeleti bölcsek hódolnak a kis Jézus előtt, hiszen nekünk Jézus Krisztus a megtestesült Isten fia, és számunkra ő a legnagyobb ajándék. Városi Önkormányzat Városgondnokságánál idén is több mint 400-an vettek részt a közmunkaprogramban, akiket most a város megvendégelt a Városi Sportcsarnokban. A Városi Önkormányzat Városgondnokságánál idén is több mint 400-an vettek részt a közmunkaprogramban. Nemrégiben a Városi Sportcsarnokban látták vendégül a dolgozókat, ahol Molnár Pál igazgató számolt be az általuk elvégzett munkáról. Karszakváros mindig is élt azzal a kormány adta lehetőséggel, hogy nagy létszámban közfoglalkoztatottakat. Mi az első évtől kezdve több száz főt alkalmaztunk, mert megláttuk abba a lehetőséget, hogy ezek a családok, ezek az embereknek más megélhetésük nincs, ugyanis évek óta munkanélküli segélyen, vagy éppenséggel segély nélkül próbálták fönntartani magukat. 7 éve indult igazából a közfoglalkoztatás, azóta mi minden évben 400 fő körül foglalkoztatunk, amelyhez a kormány nagy lelkűsége jó voltából 50-60 millió közvetlen költséges támogatást kapunk, amelyet el tudunk költeni álló- és forgóeszközökre. Egyre nagyobb szükség van a munkás kezekre, nem csak a közfoglalkoztatásban, természetesen ott is, hanem a piaci szférába. Nagyon sok olyan lelkes munkásunkat visznek el, akik nagyon jól teljesítettek közfoglalkoztatottként is, de nyilván a magasabb bér a jobb megélhetés reményében, és úgy érzem, ez természetes is, hogy a versenyszférában próbálnak elhelyezkedni. Van azonban a társadalomnak itt Karcagon is egy olyan rétege, amely úgy érzem, hogy nagyon-nagyon nehezen fog a versenyszférába átmenni, sőt lehet, hogy soha ők munkájáról, az ők megélhetésükről közfoglalkoztatás keretében biztosítani kell a megélhetést. Dobos László polgármester és Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke köszöntőiben egyaránt elismeréssel szólt a közfoglalkoztatottak által végzett várost szépítő-építő munkáról, eredményekről. Én azt látom, hogy ez a közmunkaprogram beváltotta hozzáfűzött reményt. Azok az emberek, akik akár évekkel ezelőtt otthon voltak, kiestek a munkavilágából, bekapcsolódtak. És ez egy lépés ahhoz, hogy a rendes munkaerőpiacra el tudjanak menni. Nagyon sok embernek adott munkát az önkormányzat, ez a közmunkaprogram, és azt látom, hogy azok az emberek, akik napi 8 órában akár a parkokat gondozzák, akár takarítják az utcákat, ők nem fognak szemetelni, ők könnyebben beilleszkednek a munkába. Én azt gondolom, hogy jó program, és mindenképpen folytatni kell. És azt látom, hogy azok az emberek is, akik a közmunkában vannak benne, ők is megbecsülik ezt a lehetőséget. Megbecsülik ezt a lehetőséget, hogy tudnak dolgozni, tudnak keresni, és azt látom, hogy jó példát tudnak otthon is mutatni. Mert annál jobb példa nincs, hogyha látja egy gyermek, hogyha neki iskolába kell menni reggel óvodába, a szülők pedig munkába mennek. Én azt gondolom, hogy a példa tanít, a jó példa, és bízom benne, hogy akár 10 év múlva már nem lesz olyan család, ahol a szülő nem kell fel, nem megy munkába, hanem mindenki munkába lesz, és nem csak az fog dolgozni, aki szeretne, hanem mindenki dolgozni fog, aki egészséges, és akit ennek lehetősége van. A köszöntők után 14 fő vehetett át jutalmat, a karcagi Hungarikum birkapörkölt elfogyasztása után tánccal ért véget az évzáró vendéglátás. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!